kik mentesülnek bizonyos adónem alól, mire kell figyelnünk ingatlan vagy gépjármű eladásakor, vásárlásakor, hová fordulhatunk, ha helyi adókkal kapcsolatos problémánk van, mit is jelent városunknak az általunk fizetett adó. Mindezekre választ kaphatnak következő stúdió beszélgetésünkből, amelynek vendége Cseh Tamás, az Ajkai Adóiroda nemrég kinevezett vezetője. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Cseh Tamás urat, az Ajkai Adóügyi Iroda vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Cseh úr, először is egy pár szót önmagáról, ha szólna, amennyiben jól tudom, nem olyan nagyon régen dolgozik itt Ajkán. Honnan, milyen beosztásból, vagy milyen városból került ide hozzánk? Hát 18 éves korom óta dolgozom a közigazgatásba, többféle helyen és funkcióba, a községtől a megyéig nagyon sok helyen dolgoztam. A megyei közigazgatási hivatalba törvényes éghegyeti osztályt vezettem, majd azt követően 6 évig Berhidán voltam jegyző, akkor volt egy néhány hónapos kihagyás, és tavaly január óta dolgozom itt az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban. Először egy évet a titkárságon ügyintézőként, és szervezeti változás miatt ugye a pénzügyi irodából kivált az adóügyi iroda, önállóvá vált, és ennek a vezetésével bíztak meg január 1-től. Hát ez is az apropója annak, hogy beszélgetünk, hogy létrejött egy önálló iroda, ahogy ön mondta, új szervezeti egység, ezek szerint ez újdonság itt Ajkán. És rögtön tegyünk rendet egy kicsit. Ugye vannak önök, és van az adóhivatal, ami nem ugyanaz. Igen, van az állami adóhatóság, ezt hívja a köznép még mindig APEC-nek. Ugye ő a Nemzeti Adó és Vámhivatal. És van az önkormányzati adóhatóság, ezek az önkormányzat szervezetei, és az önkormányzati hivatalban végzik a helyi adók, zömmel a helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási feladatokat. Tehát önök az a helyi adók, a városi adók? Részben a helyi adók, részben átengedett adók, ilyen a gépjármű adó, illetve vannak még olyan idegen követelések behajtása, ami ugye átkerült a NAV-hoz zömmel, de azért még maradt az önkormányzati adóhatóságnak is, például a tartásdíj nem fizetése, vagy a rendőrség esetében elővezetési költség, ezeknek a adók módjára történő végrehajtása is a iroda feladatát képezi. Kicsit nézzünk bele részletesebben, hogy mi mindenen fordulhatnak önökhöz a lakók, illetve kell, hogy forduljanak önökhöz a lajkai polgárok? Hát először azt emelném ki, hogy milyen fontos a helyi adó működtetése egy város életébe. A több milliárdos nagyságrend egy ekkora városba helyi adók bevétele, ez megközelíti a 2,5 milliárd forintot. Ehhez képest összehasonlításul mondható, hogy alig haladja meg az 1 milliárdot az állami támogatás. Tehát durván háromszorosa a saját bevétele az önkormányzatnak, mint az állami működési támogatás, mindenféle normatív támogatással együtt. Tehát már is megvan, miért olyan nagyon fontos, hogy befizessük ugye a helyi adót. Úgy van, mert ez az a pénz, amiből a város épül és szépül. Ugye most különös aktualitása van a fejlesztéseknek, hogy Ajka 60 éves lesz, és hát látjuk az utcán járva, hogy különböző komoly beruházások folynak. Tekintettel arra, hogy nem túlságosan sikeres a pályázatokon a város, ezért ezeknek a fedezetét zömmel a helyi bevételek, a helyi adóbevételek adják. Tehát ön említette a gépjárműadót. Igen, a helyi adók közül a Ajkaváros területén négyféle helyi adó működik. Magánszemélyek számára a magánszemélyek kommunális adója, illetve nagyon sokakat érint a ugyan nem helyi adó, de mi igazgatjuk a gépjárműadó. Zömmel a vállalkozókat érinti a telekadó, építményadó és a iparűzési adó. Talán az egyik legtöbb munkát és adminisztrációt a gépjárműadó adja, illetve a magánszemélyek kommunális adója, úgyhogy a gépjárműadóból származó bevételnek csak 40%-a a városé, 60%-a állami kincstári. A magánszemélyek kommunális adója, mint említettem, ugye a 2,5 milliárdos helyi adó bevételből mindösszesen csak 26 milliót jelent.
Ennek oka nagyon sok mentesség. Pontosan erre akartam rákérdezni, tehát ha valaki mentességet szeretne, akkor nyilván önökhöz kell fordulni, milyen feltételekkel lehet? Nyilván itt ugye a lakosság többsége, főleg az idősebbek a személyes ügyfélfogadást szeretik kihasználni. Ez hétfőn és szerdai napokon van, 8:30 és 3:45 közötti intervallumban. Az ötödik emeleten van egyébként tehát az adóiroda. Városháza ötödik emeletén. A kollégák mindenkinek segítenek, megmondják, milyen papírok kellenek, segítenek kitölteni. Van külön nyomtatvány a mentesség igénylésére. Azt fontos tudni, hogy ha valaki nincs tisztában, hogy ő mentes lenne, aztán valamikor mégis úgy gondolja, hogy valaki, mondta a szomszéd néni, hogy mégis csak be kéne menni, mert nyugdíjas vagy, és nem kéne fizetni a kommunális adót, akkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy hivatalból nem állapítunk meg mentességet, ezt mindig úgy kell kérni. Van erre egy nyomtatvány, amit a kollégák segítenek kitölteni, illetve a önkormányzat honlapjáról is letölthetők ezek a nyomtatványok. Úgyhogy csak mentességnek akkor tehát az a feltétele, hogy nyugdíjas legyen? A mentességi ok van, az egyik a nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Emellett még több is van, ugye egy gyerekeseknek kedvezmény van, az 50%-os adót kell fizetni, kettő a több gyerekesek teljes mentességet élveznek, amíg a gyerekek otthon vannak és kiskorúak. De nagyon fontos ez, hogy tévénézők is tudják, hogy nyilván nincs mindenki tisztában azzal, hogy lehetne mentességet kérni. Igen. Így van. Aztán aki munkanélküli, regisztrált munkanélküli, ő is kérhet mentességet. Aki aktív korúak ellátásában részesül, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, fogyatékos gyermeket nevel, tehát ezek a leggyakrabban előforduló mentességek a kommunális adóban. Cseh úr, adókat szívesen elfelejtjük. Mi az, amire nagyon figyelnünk kell? Általában mi okoz legtöbb problémát? Hát az, hogy ugye az öme a helyi adóknak, az bevalláson alapul. Illetve a hivatal felderítő munkája során fordulhat elő, hogy felderítésre kerül, hogyha valaki nem vallotta be. Tehát minden adófajtánál van bevallási nyomtatvány. Tehát ha valaki vesz egy ingatlant, akkor azt ugye be kell jelenteni az adóhatóságnak. Nagyon fontos szabály, amit sokszor nem értetlenkednek az emberek, hogyha én mondjuk január 10-én eladom az autómat vagy a lakásomat, akkor abba az évben még a teljes helyi adót nekem kell megfizetni. Minden változás a következő év elsejétől lép életbe, ez alól a gépjárműadó a kivétel, de itt is csak két esetben, ugye, hogyha nyilvánvalóan, ha évközben vásárolok egy autót, akkor a következő hónaptól időarányosan kell fizetnem a gépjárműadót, illetve a fordítottja is így van, hogyha kivonatom a forgalomból ideiglenesen vagy véglegesen az autót, akkor a következő hónaptól mentesülök az adó alól. De egyébként ez a kardinális főszabály, hogy január 1-i állapot dönti el, hogy az adott évre az adót kinek kell megfizetni. Tehát ingatlan vásárlásnál például, vagy eladásnál az január 1-e. Igen, tehát ha úgy gondolja az eladó, hogy ő eladta februárban a lakást, és nem kell adót fizetni, akkor téved, mert egész évre még neki kell megfizetni. Hogy aztán ő hogy egyezik meg a vevővel, de hát nem egy nagyságrend, hiszen Ajkavárosban a kommunális adó mértéke éves szinten 6000 forint. Tehát, egyébként összehasonlítva hasonló településekkel? Hát mondjuk, ha csak a szomszédba megyünk, Halimbán 8000. Jó. Tehát akkor... én azt gondolom, hogy egy nagyon méltányos mértékű adó, éppen azért, mert ez a lakosság nagyobb részét érinti. Ezért látszik az adósságrendből is, hogy nem az adóbevétel növelésére törekvés jellemzi, hanem inkább a felelős gazda gondosságát próbálja ez az adó nem reprezentálni. Egyébként a legnagyobb tétel teljesen természetesen az iparüzési adóból folyik be, ez tavaly több mint 2,3 milliárd forint volt az iparüzési adóból. Hát ugye itt a nagyvállalatok is így van. Benne van. Hát ez egy iparváros, tehát elég... Szerencsére. Szerencsére, ugye mondjuk, mert... És hát ezzel van azt mondjuk, hogy a második nagy tétel az a építményadó, ami szintén ilyen 700
800 millió közötti nagyságrendet képvisel. Mi történik akkor is, most itt lakossági szintről beszélek, ha valaki elfelejti az adót, tényleg elfelejti befizetni, és késedelem van esetleg több hónap? Ugye azokról az adózókról, akikről tudunk, mert van bevallásuk, fel vannak dolgozva, nyilván vannak tartva, ott ugye minden márciusban, mint ahogy idén is megtörtént, küldünk értesítést csekkekkel. Azon rajta van, hogy pótlékmentesen meddig lehet befizetni az adót, ez ha az iparűzési adót levonjuk, ahol május 31 a bevallási határidő, de ott van előleg, de most nem akarom ezzel, ez nem érinti a nagy közönséget. Az összes többi adónál a jogszabály alapján a két részletbe kell megfizetni. Az első részlet az március 15-éig, a második részlet szeptember 15-éig. Ez az az időszak, amit úgy írunk a papírra, hogy pótlékmentesen eddig fizethető be. Ezt követően ugye a késedelmi pótlékot kell számolnunk, és hát ez olyan mértékben, hogy nem is mi számoljuk, hanem ugye az adóügyi program automatikusan kiveti a pótlékot, amit idén jelentősen megemeltek. Ugye a tavalyi évig a jegybanki alapkamat kétszerese volt a napi tétel, egy napra vetítve. Ez ugye tavaly 1,8%-os pótlékolás jelentett, idén 5,9%-ra nőtt a késedelmi pótlék mértéke. Tényleg jelentős. Mert a jogszabály most változott, és azt mondja, hogy a mindenkori jegybanki alapkamat növelve 5%-kal. És ezt minden napra számolja. Tehát érdemes nem elfeledkezni az adóbefizetésről, mert sokba kerül, nem az adó kerül sokba, hanem még azon kívül is. Cseh úr, egyetlen kérdés még, ön említette ugye az önök elérhetőségét a hivatalban. Ha ezt még egyszer elmondanánk, nyilván sokakat érint. Tehát a személyes ügyfélfogadás az hétfőn és szerdán 8:30-4 között van. Telefonon, ugye a központi számon 5-21-100-on vagyunk elérhetők, de minden kollégának van ugye a mellék, ha tudja hívni, és ugye e-mailen pedig az adókukac@hivatal.ajka.hu e-mail címen érnek el minket. Na, erre gondoltam, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sok-sok hasznos információt megosztott velünk, azt hiszem, hogy ez nagyon sokakat, sőt mindenkit érint itt a városban gyakorlatilag. Jó munkát és minden jót kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a tisztelt adózókat, akiknek a pénzéből épül és szépül a város.